egyhajszálon múlt a szegedi pontszerzés hétvégén, ugyan nagyon sok hiányzónk volt, de a csapat a 75. percig kitartott, és végül egy pontrugás döntötte el a mérkőzést. Nagyon nagy horiorgas embereik voltak, és nyilván lefejeltek egy játékosomat, abból kaptuk a gólt, de én a mérkőzés után is megdicsértem a játékosaimat, hiszen ahogy kinéztünk, úgy mindenki megtett mindent annak érdekében, hogy pont ahogy pontokkal távozzunk. Ez nem sikerült, úgyhogy itt lesz vasárnap a javítási lehetőség. Tiszakécske ellen remélhetőleg a hiányzók is visszatérhetnek, és jobb eredményt érünk el. A Hudák igen, és a Lovrencs is mindenképp, hiszen ők eltiltott játékosok voltak, tehát a Hudi kiállított volt, a Balázs pedig ötsárgás. Ezért nem játszhattak, úgyhogy ő rájuk mindenképp számítok. Itt még a Vasádi, aki a kérdéses, hiszen neki még azért tegnap hőemelkedése volt. Németh Erik januárban csatlakozott a Sori csapatához, azóta rendszeresen kap lehetőséget a pályán. Nagyon jól érzem magam Soroksáron, és nagyon örülök a sok játék lehetőségnek is. Úgy érzem, hogy ezekből a mérkőzésekből talán többet is kihozhattunk volna, maradt benne még főleg pontok tekintetén, sok volt a döntetlen, de nagyon örülök a sok játék lehetőségnek, és szeretnék minden jobb teljesítményt nyújtani. Szeged ellen soha nem látott középpályával kezdtük a mérkőzést. A Szeged mérkőzésen az első fél időt úgy éreztem, hogy Szeged jobban kezdte a mérkőzést. Több gólhelyzetet sikerült kialakítaniuk az első fél időben. Ezt éreztük is a fél időben, átbeszéltük. A mester ellátott minket jó néhány tanáccsal, és próbáltunk így kijönni a második fél időre. Úgy éreztem, hogy azt jobban is kezdtük. Volt talán 2-3 gólszerzési lehetőségünk, amit talán kihasználhattunk volna. Ez nem sikerült sajnos, és a 75. percből egy pontrugásból egy fájó gólt kaptunk, és így sajnos nem tudtunk pontokat elhozni. Talán ami a legnagyobb hiányosság volt, hogy kicsit pontatlanul játszottunk. Főleg mondhatom ezt, hogy középpályán magam részéről is sok olyan labdát elszórtunk, amit pontosan meg lehetett volna játszani, illetve azt a néhány lehetőséget ki kellett volna használnunk és gólra váltani. Ősszel egy szerencsétlen góllal kaptunk ki hétvégi ellenfelünktől, és Vági András is súlyosan megsérült azon a mérkőzésen. Reméljük, most hétvégén a szerencse mellénk áll. Egy nehéz mérkőzés lesz, hiszen azért most az utolsó fordulóban nyertek és ránk jöttek, tehát én azt mondtam a srácoknak, hogy ez egy 6 pontos mérkőzés, de viszont hazai pályán vagyunk, úgyhogy nekünk mindenképp itthon kell tartani a 3 pontot. Lehet, hogy aztán ez egy gólos mérkőzés lesz, akkor is ezt ki kell izzadni, és tök mindegy, hogy ki fog szerepelni, bár az Ikonomut elveszítettük, hiszen ő 5 sárgás, és ő nem tud játszani a csapatba, úgyhogy remélem, hogy a helyette beugró játékosok jól fogják pótolni, és hát itt a cél, mondom még egyszer, a 3 pont, és remélem, hogy azért mindenki mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy itt is maradjon a 3 pont. Biztos, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, biztos, hogy a Tiszakécske is úgy jön ide, hogy pontokat szeretne elvinni, hiszen közel állunk egymáshoz a tabellán, viszont azt gondolom, hogyha győztes mentalitással és nagyon nagy akarattal megyünk a pályára, és hozzátesszük azt, amit a héten legyakoroltunk és a stáb kért tőlünk, akkor nem lehet probléma, és itthon kell tartanunk a 3 pontot. A mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik Soroksáron.